Na hát maradunk az osztrák hegyi télben, de nem feltétlenül Innsbruckba, bár akár ott is lehetnénk. Már is következik, bemutatkozik egy ifjúsági snowboard világbajnok, aki két éve Ausztriában tanul és edz, hétszeres magyar bajnok. Mottója, ha el tudod képzelni, meg is tudod valósítani. Nézzük az extrém tudás gyarmati pankával. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt. Hát azért mondtam, mert hogy ezen az Innsbrucki ifjúsági olimpián tulajdonképpen te is ott lehetnél, hiszen kiharcoltad a részvételt, a kvótát, hát viszont túl öreg vagy. Igen, Ugye? most voltam, most lettem 19 éves. Úgyhogy a junior világbajnokságon sikerült megszerezni a kvótát, és Szigeti Viktornak is, úgyhogy a fiúknál is meg lenne, de hát nem tud senki elindulni sajnos Magyarországról. A túlkorosság Én... miatt, hogy így mondjam, igaz? Igen, és nincs nagyon utánpótlás. Azért ez ilyen koroppan bosszantó tud lenni, nem? Igen. Menjünk vissza a kezdetekre. Ugye három évesen már sílész volt a lábadon, viszont hogyan is kezdődött ez? És hogyan lett ebből snowboard? Hát ez a szokásos családi ilyen üdüléssel kezdődött, ilyen évi egy hetekkel, mindig mentünk a családdal, és amikor olyan kilenc éves volt, apukám ráállt a snowboardra és ugye nekem is megtetszett, aztán kipróbáltam, és így 12 éves voltam, mikor elmentünk a Kékestetőre, és ott volt egy ugrató, és hát itt kezdődött. Ott került, ott, 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 azóta bűnbeesés. Uh -huh. Mi a vonzó benne, tehát a, egy az jobb, mint a kettő? Jobb. <laughs> ez nehéz megmondani, inkább a között tudnék különbséget tenni, hogy ez a freestyle szakek, tehát ez az ugrálás korlátokon, hogy ez olyan, ez valami extrém. Ugye több az adrenalin, úgyhogy. De hát jobb az egy, mint a kettő. É, ez az adrenalin, ez neked nagyon kell a dologhoz? Igen. Nekem ez. Hát ez szokott hiányozni nyáron is. Hogyha van snowball. Hát ugye. Vagy snowball, csak hogyha most maradik. volt egy sérülésem, úgyhogy. Na ez az, erről rengeteget nem fogunk beszélni, de volt már néhány sérülésed. Volt. De miért ilyen veszélyes ez? Vagy te hát, vakmerő vagy? Mindkettő. <laughs> Úgyhogy most volt keresztalag műtétem, májusban, most pedig van egy ilyen kisebb csigolya problémám, hát így beroppant. Nem véletlenül is, is ilyen mereben, igen. De tényleg ez, ez, ezek a sérülések, ezek ezért vannak? A túlzott ö, szenvedély? Igen, emiatt. Hát ö, vakmerőség, ugye? be kell vállalni, mert különben nincs nagyon eredmény. Úgyhogy... De, és, és hiába bármennyi sérülés, a vakmerőség az nem ha lankad, igaz? Nem. <laughs> Na most azt mondanák, hogy hogyan kerültél ebbe az ausztriai iskolába, ahol már két éve már az említett versenyzőtársaddal, tehát fiú versenyzővel együtt is tanultok, meg hát edzetek. Én tőle hallottam, mert ugye versenyeken már sokszor találkoztunk, és hallottam, hogy ő kiköltözött. És így nekem is megtetszett, ugye a család úgy volt, hogy hát akkor német tanulás szempontjából, hogy nem tartottak vissza, és így kint ragadtam. Ennek része van a sikerekben? Tehát ez egy jó alap? Persze. Ez, ez, ez a sulit? Hát csak ennek szerintem, mert minden nélkül nem sikerült volna. Mennyit edzel ott? Hogy um... néznek ki ott a mindennapok? Hát suli után van ilyen három órás edzés, ez száraz edzés, és télen, hát olyan december közepétől márciusig csak snowboard. Úgyhogy akkor minden nap megyünk a pályára, vagy versenyekre, és úgy van heti egy vagy két nap szünet. De akkor meg úgy egyedül felmegyünk. Többiben összesűrűsödik a tananyag, igaz? Ö, nem, ilyenkor nincs iskola. Hát azért mondom, hogy a szezonon kívül összesűrűsödik a tananyag, ja, ilyenkor ja, meg csak igen. snowboard, igaz? Mm -hmm. Tehát jól el van választva. júliusig van suli, úgyhogy. Meg van olyan, hogy szombat, úgyhogy így. Um, jövőre felnőtt VB Oszlóban, mire számítasz? Hát ez idén lenne egyébként, és um, sajnos erre nem tudok kimenni, úgy néz ki. Úgy, sérülés? Hogy a sérülés miatt mert ez most lenne február közepén. Akkor hogyan tovább? Mi az, ahol hát viszont feltétlenül még... kéne menni? Hát az olimpiára. Az olimpiára. <laughs> Igen. Ha vagy meg már pedig... ott vagy, akkor a motto az áll, nem? Mm. Mert akkor mit tudsz elképzelni az olimpián magadnak? Hát én először be szeretnék kerülni, mert az se könnyű egy évként, és hát szerintem már ott lenni nagy dolog lenne. Úgyhogy még meglátjuk, az még két év. Mikor leszel teljesen egészséges? Most, február közepén. Február közepén. Úgyhogy csak nem nagyon akartuk ezt bevállalni, hogy akkor a VB-re még elmenjek. Uh -huh, uh -huh. De a junior VB az pedig áprilisban lesz, úgyhogy oda megyek megint. Jó szóval Csigolyán nem el teljesen a szezont? Nem. Hát akkor, akkor hajrá, jó meg sok sikert! Köszön Köszönöm szépen, szépen, szépen.